Bilincs és kabát az M5-ös autópálya melletti árokban, és mindenütt szétszóródott törmelék. Hétfőn készültek a felvételek gyál közelében, ahol a tragédia történt. Aznap délelőtt két rendőr akart igazoltatni egy autóst a leállósávban. Már a kocsia mellett álltak, amikor egy kamion belecsapódott a rendőrök autójába, amit nekilökött az előtte lévő járműnek. Ezután mindkét autót a rendőrökkel együtt az árokba taszította. A balesetben egy 24 éves rendőrnő meghalt, ketten súlyosan megsérültek. A kamionost szerdán előzetes letartóztatásba helyezték. Ügyvédje azt mondta, azért tért le az útról, mert a rádiót babrálta a ködben. Azt még vizsgálják, hogy a rendőrök miért állították meg az autóst. A Híradónk által megkérdezett Kressz oktató szerint sokszor előfordul, hogy a rendőrök a leállósávban igazoltatnak. Bár ez teljesen szabályos, mégis életveszélyes lehet. Nekem az a tapasztalatom, hogy sajnos a legtöbb leállósáv nem biztonságos, szerintem túl keskeny. Ott van a szalagkorlát, amin ugye nem lehet átmenni ilyen esetben, ha baj lenne. Tehát az ott álló jármű bizony veszélynek van kitéve, mert egy nagyobb testű jármű oldalra mozog, egy figyelmetlen, balesetveszélyes jármű esetleg a leállósávon előz, ilyet is lehet látni, és kész a horror baleset. A Kressz oktató szerint van megoldás. Ausztriában csak akkor állítanak meg valakit a leállósávban, ha például azt feltételezik, hogy fegyveres bűnöző. Ausztriában például bevett gyakorlat az, hogy a rendőrelt autó megjelenik egy felirat, hogy kövessen, és akkor az igazoltatásra kiszemelt jármű követi a rendőrautót egy biztonságos helyre, például egy parkolóba vagy egy benzinkútba, és ott történik meg a tényleges eljárás. Kerestük a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, hogy megtudjuk, terveznek-e hasonló szigorítást Magyarországon. Írásban csupán annyit közöltek, hogy a közeljövőben megkezdik a Kressz átfogó felülvizsgálatát. Kerestük a rendőrséget is, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy nem változtatnak az igazoltatás szabályain.